Horgosig ki busszal, ki taxival, ki pedig gyalogosan jutott el. A bevándorlók nem maradtak sokáig, szinte rögtön a magyar határ felé indultak. Szombaton délelőtt alig 20-30 migráns sátorozott a horgosi Bartók Béla utca végén, ahova a buszok szállítják őket. Valamennyien estére tervezték a továbbvonulást. A szíriai Tarik három barátjával alig két nap alatt ért el Szerbia déli határáról Horgosra. Mind a négyen Svédországba készülnek. A problem. There is a problem in Hungary. Hungary has some sweat problem. A környéken lakók el vannak keseredve. Nem értik, miért odaszállítják a rengeteg migránst, akiktől már szinte élni sem tudnak. Ott vernek sátrat házuk előtt, oda piszkolnak, ott hagyják a rengeteg szemetet. Az egész helyzet félelmet kelt a helyiekben. Már a boltba sem mernek elmenni. Többen közülük idős és magányos emberek. Panaszkodtak már a helyi, sőt a magyar kanizsai illetékeseknek is, de semmi sem változott. A 82 éves Berta Margit naponta takarít utánuk. Még a ház előtti járdára is sátrat állítottak a migránsok. Vertem a sátrat, kigyüttem és egy botta agyusztáltam. És el nem mennek onnatásra. Nem ám. Hát nem. A múltkor egész onnan, az én házamtól, eddig a sarokig végig feküdtek a járdán. Koza Erzsébetet a lárma, a szemét és a bűz zavarja leginkább. Örökké a boltba járnak, arra van pénzük. Felicsészák, meg eldobják, eldobnak mindent, smokit, banánt, mindent, eldobálják, megveszik a kenyeret, mindent eldobálják, erre van pénzük. Az egyik ház homlokzatán egy feliratot feszítettek ki, amit maga a háziasszony Koza Judit készített felháborodásában. Dörömbőnek az ablakokat verik, a kaput verik, egyszerűen ez a helyzet tarthatatlan. A taxisok, szinte már ide a ház elé hozzák be őket, amikor kiteszik őket, ők 2-3 métert mennek csak arrébb, mindjárt letelepszenek. Tehát itt van a szálláshelyük. Azt mondták a rendőrök tegnap, hogy szedjem le ezt, ami ide ki van téve a ház elé, hogy szedjem le, mert itt van a kamera. Én azért is tettem ki, hogy ezt lássa mindenki. A Bartók Béla utca, de az egész környék lakói kivétel nélkül azt szeretnék, ha a migránsokat szállító járművek végállomását a Bácska birtok bejáratához helyeznék át, mert az jóval a falun kívül van.